vehetsz egy nagy levegőt, bent tartod, és akkor most nyomj meg. Húzzuk meg a vasat, most segít apa, most segít apa nekünk. Még egy picit hajni. Jól van ki. Nagyon jó. Következő fájásra sírán úr. Jó? Jó, búcsúzunk el a pocaktól. Emma születése után nem is terveztük, hogy több lesz, de, de jó, hogy ennyien vagyunk, és örülök, hogy ennyit kaptunk odaföntről. Szemszájbe csak terítődővel nyomunk lefele, préseljünk lefele, jó? Ami a csövön kifér. Ja. De most még egyelőre még egy fájást elsóhajtunk, jó? Szép legyen itt a kamerák előtt. Jó, mondjuk, ha megpróbáljuk a gátvédelmet, jó? Hál' Isten, szifang is rendben van. Azt kell csinálni, amit a tünde mond, jó? Figyelek. Jó, mert ezt ő érzi, hogy mennyire feszül a gát. Picit nyomunk majd, és akkor utána kifújod. Picit nyomsz, kifújod, jó? Oké, akkor azt hiszem, hogy jön. Jó. Megvárjuk még erős? Megvárjuk még erős. Jó, lehetsz egy nagy levegőt. Bent tartod, és akkor most nyomj meg. Húzzuk meg a vasat, most segít apa, most segít apa nekünk. Még egy picit hajni. Jól van, kifújod. Jó, veszünk egy másik nagy levegőt. Bent tartod, és most még egyszer megnyomjuk. Nagyon ügyes vagy. Ez az, Szanika, nagyon jó. Most kifújjuk. Fújjuk ki, fújjuk ki, fújjuk ki a levegőt. Jó. Piciket, piciket, piciket. Csak kifújjuk, nagyon ügyes. Azaz, szuper. Jó. Lass. Nagyon jó. Következő fájásra sírán úr. Jó? Jó, búcsúzunk el a pocaktól. Lassan, lassan, csak sóhajtok lassan. Picit most visszatartjuk a levegőt. Jól kifújjuk. Jól van. Ügyes. Jó, akkor picit. Picit, picit, csak piciket. Piciket. Azaz. Fújjuk el a gyerkát. Úgy. Úgy, úgy. Nagyon jó. Okay.
Rég láttunk már ilyen picit. Erős mély összeomzom. Vincére? Hát szerintem igen. Pince, ellátjuk a kölnökén ott a pocakon. Akarod meg? Jó, behajlítottam a kezem. Igen. Igen, most már igen. Kötőzsébben, ezt már nem szeretném vágni. Így van. Gyere, Móri! Szép vagy, jó, ügyes van. Vagy. Hát eddig is ügyes voltál. Igen, picikém. Tényleg, ilyen. Milyen sokkal jó van. Tényleg. Én értem. Még sosem volt ilyen. Most én értem. Hát még most sincs ennyi haja a többieknek. Úgyhogy én nagyon jó. Jó, akkor várni majd magad. Én szeretnék. Adom. Köszönöm. Jaj, édesem, de lapos lábad. És akkor úgy szülésznő. Úgy, úgy. Szülésznő újjára kezdődik. Csöndben volt a tűn, de biztos jól sikerült. Igen. Köszönöm. Csöndben volt minden a zsinórjával, meg minden. Hát kétszer a nyakán volt. De hát Istenem. Hála Isten, CTG. Jó vastag volt ez a köldözsinór, bírta. Köszönöm. Nincs edet. Mindig kis lehet. Szívesen, igyekeztem. Jaj, te kis pillanat. Na most már hatan vagyunk. Igen. Bocsánat, hogy meg is tettek. Ügyes volt, nagyon ügyes volt. Köszönjük szépen. Én azt hittem, hogy még tovább fog tartani. Na. Egy óra? Igen. Tűnjön. Tössön. Így vagy horcsak. Jó, Isten. Azt elvízzük. Igen, tényleg. Elvisszük magunkkal, és egy szép nagy gödörbe berakjuk, amire magot is teszünk, úgyhogy a facsemetét, úgyhogy egy szép fácskának lesz az a hatja. Nem, nem. Így gondoltam. Most arra érett be a gondolat. El kellett előtte hármat szülni. Hogy mi befejeztük a család alapítást szerintem. Végül is köszönöm át le a fájás tevékenység. Nem, teljesen jól éreztem, úgyhogy... Nagyon gyorsan, hirtelen. Igen, egyszer szülőnél az előfordul. Úgyhogy ez elég gyakran van ez is. Hála Isten, hogy amikor lejjebb jött, akkor már érezte is a kitolási szakot. Tehát ezért jó az epidurán, hogy amikor kell, akkor hat. De a kitolási szakban érzés. Látja, nem két órában előtte kötöttük be, hanem volt egy óra. Hát szerintem.
Minden körbenézünk, jó? Jó. Átnézzük a mészáját, és megnézzük, hogy van-e lepedés. Ha van, akkor azt megöltjük. Nagyon gyakran nincs is szükség plusz fájdalomcsillapítóra, még a gátmetszésnél sem. Hanem ebbe beadjuk a epidurálba is, és teljesen jó hat a varrásnál is. Ilyen szép nagy szemed. Kicsit véres. Nagyon hosszú az a köldözsi. Nagyon hosszú volt, ennyivel ezért folyadott bele. Jaj, hát meg amennyit mozgott. Gyakorlatilag első, kevés próbálkozás után megtalálta a cicit. Hát ugye rögtön megkaptam, ahogy kibújt. Ahogy megszöröködtük van. És akkor ő sem sírt igazából sokat. Nem föl kettőt. Így van, jelezte, hogy akkor ő most kint is lenne. És nagyjából ennyi, amit rád lett éve, onnantól kezdve meg elkezdte keresgélni aktívul a cicit. Kicsit rá kellett segíteni, ugye most Tündi segített abban, hogy a megfelelő poszt megtaláljuk itt az ágyban a fekvéshez. Uh-huh. Mert először a kezét az már szuperül megtalálta egyébként. Így van. Csak... Ja, hogy ezt megszopiszta. Igen, ezt már kezdett tömködni a szájába. Csak most elengedte, nem tudom. Lehet, hogy most már elég volt egy kicsit. Lehetséges. Hasonlít valakire? Hát, most egyelőre így a újszülött kis arcával a Vincére talán. Uh-huh. Ő ugye a második gyerkőcünk. Hát aztán szerintem majd, ha kialussza magát, és egy kicsit neki is kisimulnak a ráncai. És még kicsivel tisztább is lesz, akkor lehet, hogy igen, akkor lehet, hogy más fogjuk felfedezni benne. Így innen fölülről egyébként a Bence a nózia. Igen. Ugye? Igen. Szerintem is. Szép feje van. Nagyon, még a lábát ezt annyira nem tudtuk megnézni, de nagyon picike. Mert mint egy így... Még nem tudjuk hány kiló, mert most tulajdonképpen az történik, hogy mikor megszületett, akkor megkaptátok. És annak kezdve van egy óránk arra, hogy babázunk, kettő, bocsánat, két óránk arra, hogy babázunk. Addig még kis csillagközi mi az más. Úgyhogy a takarítás sem történt meg, ami minket kevéssé zavar, majd nem lesz. Nem, mert kifejezetten ugye kértük meg. Ez egy kérésünk volt. Ja, hogy a magzat már ezt beírjunk. Hogy a magzat már ezt beírjunk, meg hát ugye ő átment a hüvelyen, tehát amit onnan hozott, az adja az első immunvédelmet, így van, tehát... Hát ugye? Amúgy. Na, kúrgyos. Tulajdonképpen apa már fél órára arra, fél órája arra vár, hogy magához ölelhessen. Elveszekben nem tudok folyadulni. 9 óra, picsőn, Nem most meg lehet csodálni a talpát, az még kicsi picike és lila. Ahogy az lenni szokott, kicsit kék is. Jó. Látod? Igen, az rendben van, vagy kék? Hát, nem tudom. Majd visszajön a Tündi, akkor megkérdezzük. Megkérdezzük, hogy a kék talpakról mi a véleménye. Szia. De elég többszínűnek tűnik.
Egyszer lesz. Mi van? Meg ne fázzál. Nem jó. Most már egészen vagy majdnem egy órás is. Elképesztő. Rengeteg a haja, és szőke ő is. Tévedtem. Igen, tévedtem, nem barna. Majd befested barnára a haját. Fiatal. Apánál is jól érzed magad, mi? Még nézem őt? Persze, nézel őt, harcokat meg. Egy kis éber. Jó. Kezdődik újra az éjszakai műszak. Igazán volt cicizgeres. Ebben én nem igazán tudok neki segíteni, úgyhogy... Kis palánka. Úgyhogy visszaadom. Igen, keresem cickódat. Egyértelmű. Fogom. Itt megvan? Kis. Most néztük meg a lábát. Olyan kék. Ez így jó? Itt a sarka. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy kicsit megnyomódott bent. Mert hogy most már úgy, hogy a testszíne az kezd rendezni. Semmi baj. Jó. Lehet, hogy kicsit fázik szerintem. Aha. Meg kéne melegíteni. Jó. Akkor le is méritek? Aha, nem ér. Akkor menjél vele. Akkor vissza. Jó, Istenem. Néven úri megmérő. Azt beszéltük meg, hogy nem fürdetem meg, jó? Most ez azért nagyon kellett, mert most húzósabb éjszakák voltak a nagyokkal is. Ez az éjszaka sem volt ugye egyszerű, másfél órás alvással. Tehát elfáradtam. Most, mert ugye nagyon szerencsés volt, mert nagyon jó ütemben jött, amit jönnie kellett. Semmi negatívumot nem tudok mondani, tehát, hogy éreztem, amit már ugye azért akkor kellett érezni, tehát tolófájást, kitolást jön, tehát, hogy gyakorlatilag azért is kellett ilyen gyorsan itt septibe, mert mondtam, hogy itt tuti, hogy jön valaki. Tehát, hogy nem tompított le, vagy nem... éreztem ilyen jellegű negatív mellékhatását. Most viszketek. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt mondták, hogy ez lehet is tőle, de azt is el tudom képzelni, hogy a hasam leginkább azért viszket, mert ugye most hirtelen összement. És akkor... Hirtelen nincs. Hirtelen nincs, igen, igen. Kettő plusz kettő, ez így a tökéletes? Erre vágytál? Gyerekre vágytam. Ha négy fiam lenne, akkor is boldog lennék. Ha négy lányom lenne, akkor is. Persze, ez így azért elég jó. Ha majd szavazunk, én nagyobbak lesznek, és akkor szavazunk meg, hogy hova megyünk nyaralni, vagy milyen, nem tudom, kanapét veszünk, akkor azért így igazságos lesz a szavazás állása. De úgy igen, fura kimondani azt, hogy hatan vagyunk most már. Nem terveztük soha azt kifejezetten, hogy igen, nekünk direkt nagy családunk lesz. Meg hát ugye Emma születése után nem is terveztük, hogy több lesz. De jó, hogy ennyien vagyunk, és örülök, hogy ennyit kaptunk oda föntről. Pont pár nappal ezelőtt találkoztam egy nénivel, nem tudom, piacon voltam, leültem, egy kicsit szuszonjuk, és mondta, hogy neki is 4 gyereke van, 15 unokája, és már egy dédunokája is megszületett, és nem egy ilyen nagyon öreg anyukát kell elképzelni, és így belegondoltam, hogy hát azért az már szép karácsonyi összejövetel. Tehát, hogy csak az unoka 15,
Tehát mindegyiknek, hogyha a férj feleség, ő mondta, hogy nagy a szórás, mert 3 éves a legkisebb, és 30 éves a legnagyobb. De azért, hogyha úgy mindenkinek mindenkije ott van, hát ez már egy külön terem. De hogy ez jó, vagy nem jó? Szerintem jó. Szerintem jó, mert hát mennyi emberre számíthatsz már akkor az életedben. És remélem, hogy a gyerekek is így lesznek. A szülés, amire számítottál? Tehát, hogyha mondjuk tegnap azt mondják, hogy gátvédelemmel, pár óra alatt gyakorlatilag, jó, mondjuk fél egykor már volt 12 perceként, de utána elmúlt 2 órára, utána jött vissza, tehát végül is pár óra alatt megszületik a Nóri, és gátvédelemmel és ilyen formában, akkor azt mondanád, hogy így ez így jó? Tehát elfogadott holnapra is? Azt hiszem, hogy igen. Most az is megnyugtató volt, hogy sehova nem kaptam varratot. Menjünk anyához vissza. Jaj, de csinó! Kiérkezik! Hon is! Kiérkezik! Hadd halljuk a számokat! 3150. 52 centi. 9-10. Fejét. 9 kötőjét vicc. Még mit megtál? Nem tudom. 9-9-osat lemeltem. Jaj, nagyon csinos. Nagyon csinos és nagyon éhes. Megint csinos. Jó. Ja igen, tehát hogy az első a fiúknál kaptam belőle 2 varrást, 3-at is, és most még oda sem. Sehova se, semmit sem. Ő egy szolid kislány, nem tépi szét anyát. Na, mit kamillázol? Talán azt mondtam, hogy boldog születésnapot? Nem vagyok benne 100%-ig biztos. De mondtuk is neki, hogy boldog 0. születésnapot. Meg, hogy Isten hozott. Születésnapot. Születésnapot, igen. De minden előkészített szöveg ilyenkor elfelejtő. Ó, minden. Ekkora karmócád van. Körmőce, karmóca. Jaj. Valaki adjon kaját. Mit?